Két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea hétfőn. A töltetek a tengerbe csapódtak be a koreai félsziget és Japán között, kárt nem okoztak. Három nap alatt ez már a második fegyverkísérlete volt a fenyani rezsimnek. Japán és dél-koreai értékelések szerint a rakéták legfeljebb 50-100 kilométeres magasságig jutottak és kevesebb, mint 400 kilométert tettek meg. Japán az ENSZ biztonsági tanácsának azonnali és rendkívüli összehívását kezdeményezte a történtek miatt. A rakéták elindítása előtt még vasárnap Kim Jong-un észak-koreai vezető nővére Kim Yo Jong válaszlépésekkel fenyegetőzött Szőúr és Washington közös katonai gyakorlata miatt. A hadgyakorlatot Fenyán egy invázió próbájának minősítette. Észak-Korea tavaly több mint 70 rakétatesztet hajtott végre.